A Nemzetpolitikai Államtitkárság ismételten meghirdette a Kőrösi Csoma Sándor programot, amely a diaszpora magyarságát karolja fel. Ezzel egy időben várják a jelentkezőket a Petőfi Sándor programba is, amely a szórvány magyarságot hivatott segíteni. A célja ennek a két programnak, hogy ösztöndíjasokat küldjünk ki a világ magyarságához, a diaszporába, illetve a Kárpát-medencei szórvány magyarság hozzanak érdekében, hogy közösségszervezéssel foglalkozzanak, illetve a magyar közösségek tagjaiban megőrizzék és megerősítsék a magyar identitás tudatot. A szórvány magyar közösségek bástyái a magyarságnak, hangsúlyozta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Hozzátette, a bástyák elesése után a több magyarság is veszélybe kerül. Az ösztöndíjasok ezért felelősségteljes munkát végeznek. Igyekeznek élővé tenni a magyar közösségi életet. Tanítják a magyar kultúrát és történelmet, néptáncot oktatnak, továbbá állampolgársági ismeretekkel is rendelkeznek. Alapvető cél, hogy a magyar közösségek megmaradjanak és élénken éljenek a világ bármely pontján. A legtöbb ösztöndíjas a hétvégi magyar iskolák tevékenységében segít, de emellett a szervezeti életben, közösségszervezésben is részt vesz. Az elmúlt 8-10 évben több mint 1000 ösztöndíjasról beszélhetünk, akik esetlegesen vagy egyikben, vagy másik programban vettek részt, vagy akár mindkettőben. A magyar közösségek az ösztöndíjasoktól nagyon sok segítséget kapnak. Egyértelműen elmondják számunkra azt az ösztöndíjasok, hogy ők is egy életre szóló élményt kaptak, illetve azzal gazdagodtak, és hazaszeretetükben is megerősödve jöttek vissza. Újdonság, hogy a programokba a 18. életévüket betöltött magyar állampolgárok jelentkezhetnek. A korábbi korhatár 20 év volt. Azok is újra leadhatják a jelentkezésüket, akik már több alkalommal dolgoztak ösztöndíjasként. A jelentkezéseket július 31-ig lehet benyújtani. A programok megvalósítása 2023. október 1-én indul, és 2024. június 30-áig tart.